nehezen záródó ablakok, beázó irodák és folyosók, elavult elektromos hálózat. Ilyen körülmények között dolgoznak közel ötvenen a közösségi házban, amely számos szervezetnek ad helyet. Itt működik például a pedagógiai szakszolgálat, a Vöröskereszt Városi Szervezete, a Balatoni Szövetség titkársága, de itt készülnek hétről hétre a Füred Televízió műsorai is. A megépítés óta azaz körülbelül négy évtizede komolyabb felújítás nem történt az épületben. Így kijelenthető, hogy ma ez a város legkorszerűtlenebb intézménye. De már nem sokáig. Az önkormányzat pályázati forrásokat nyert el tavaly, így kívülbelül megújulhat a közösségi ház. 239 millió forintból az energetikai korszerűsítés valósulhat meg, az élhető település pályázat keretében pedig közel egy milliárd forintnyi támogatás érkezett a városba, amelyből szintén jelentős összeg jut a közösségi házra és annak környezetére. Az egyik forrás az kifejezetten energetikai felújítás szolgáló pénzügyi támogatás. Ugye ebben az épület hőszigetelését, nyilázáró cseréket, fűtési rendszer megújítását, levegőszivattyús rendszerrel tervezzük, illetve nyilván napelemet is fogunk telepíteni az épülete. A másik pályázati támogatás pedig az épület komplex felújítását fogja tartalmazni teljes külső belső felújítás kap az épület, a tetőhéjazat cserétől kezdve a belső burkolatokig, a belső épületgépészeti vezetékeken keresztül az épület akadálymentesítése is meg fog valósulni, a belső akadálymentesítés egy lift beépítésével, a belső vizes blokk akadálymentesítésével, illetve a bejárat akadálymentesítésével. Itt az épület környezete is megújításra kerül, az zöld terület, meg a külső burkolatok is. Ezzel együtt átalakul a Csárda utca, Völgy utca, Kossuth utcai csomópont is. Itt egy járható középszigetű körforgalmat alakítanak majd ki. A közösségi ház tervezési munkálatai már elindultak. Az engedélyezési terv várható a március végére, a kiviteli terv pedig április végére fog elkészülni. Az engedélyezési tervek elkészülte után indul a hatósági engedélyezési folyamat, és amint megkaptuk az építési engedélyt, és megvan a kiviteli tervünk, indítjuk a közbeszerzést. Ez a mai fejünkkel gondolkodva kettő kötője négy hónapot vesz igénybe, és hogyha ebből ütemezni próbálunk, akkor egy, egy őszi kezdéssel lehet kalkulálni. A kivitelezés időtartama körülbelül másfél évet vesz majd igénybe, így a megújult közösségi házat 2024 év végén vehetik birtokba a bérlők.